Sok szeretettel köszöntök minden kedves nézőt, etószurkolót, sportbarátot, győrjeket és nem győrjeket. Egy kicsit szokatlan közlési formában találkozunk most így a 2023-as esztendő végén, és külön köszöntöm a mai beszélgető partneremet, endődi Pétert, a Győrjet ügy, ügyvezetőjét. Szerbusz, Péter! Szia, Tamás! Hát ugye sokat beszélgettünk mi, és nagyon sok közleményünk volt, amelyet megosztottunk a sportbarátokkal és nagyon sok közleményt adtunk ki az idei szezonban, és nagyon sok dolog történt az Eto házatáján, és azt beszéltük a sok utazás alatt, amit itt Európában kilométerben megtettünk, hogy jó lenne egy kicsit a hátteret is megvilágítani ezeknek a dolgoknak, úgyhogy a mai alkalommal Péterrel átbeszéljük egy kicsit az idei szezont, olyan sarkalatos pontokat, amelyek mindenkit sokat érdekelnek, sokaknak bizony van róla véleménye, de mi elmondjuk azt, hogy valójában mi is történik, hogy tisztázzunk bizonyos dolgokat. Úgyhogy kezdjük is el, Péter. Itt van ez a 2023-24-es szezon, elkezdődtek a mérkőzések, új vezetőedző Uri Kirkeli, új másodedző Christian Danielsen kisé átalakult csapat, és most értékelhetjük, nem évértékelő ez a beszélgetés, de értékelhetjük az első fél évet, és hogyha így nézzük, akkor a bajnoksággal kezdjünk kérlek, hiszen augusztus elején, legvégén volt ugyebár az évadnyitó, ott azért tettünk ígéreteket, és például a bajnokságban két nem várt vereség, egy Moson-Magyaróvár elleni a legelején szinte, és a Ferencváros ellen itt a mondjuk úgy az ősz végén, november közepén. Te hogy élted meg ezt, és, és hogy látod? Azt Kijelenthetjük, hogy azért nyilván nem a saját kezünkben van a sorsunk, de pánik még sincs. Hát nyilván, pontosan ugyan, ugy, ugyanúgy érzem magam, mint bármilyen etó Ezek valóban nem várt és fájó vereségek. A kettő közül én a csapatnak is, az edzőnek is azt mondtam, hogy ami valójában fájó vereség, az az óvári vereség, hiszen Kvalitásban, csapatszerkezetben, csapatminőségben biztos, hogy erősebbek vagyunk. Nem mondhatjuk azt, hogy a szezon elején voltunk, hiszen tudtuk, hogy az óvár milyen játékerőt képvisel. Felkészültünk. Azt gondolom, hogy ma sem értjük, hogy mi történt azon a mérkőzésen. Én azt hiszem, hogy a csapat végig abban a hitben volt, hogy ugyanúgy, mint minden bajnoki mérkőzésen, a végén valahogy majd az ETO diadalmaskodik és a második fél idő közepén láttam azokat a tekinteteket, amik, amik, engem is megijesztettek, őszintén mondom, a, a játéktér szélén ülve, mert azt láttam a, a lányok szemében, hogy talán félelem, ez a legjobb szó, amit, amit tapasztaltam, és sajnos be is igazolódott, hogy, hogy lebénult a csapatunk, nem volt az a vezéregyéniségünk, nem volt, nem volt az a személy, aki akkor ebből a holdpontról kimozdítja a csapatot, hiszen ha végnézzük a nehéz mérkőzéseinket, mindig van holdpontunk, és mindig van egy vagy két olyan mindig játékosunk, így hozzá. Van, mindig van egy-két olyan játékosunk, aki, aki segít. Itt, itt, itt nem érkezett ez a, ez a segítség senki részéről, sőt én azt láttam, hogy ez a, ez a riadalom egyre nagyobb, és a játékosok egymásban próbáltak, segítőkezet keresni, és nem találták meg. Tehát nem akarok neveket mondani szándékosan, és nem is fogok, hogy kik lehetnek azok, akik ilyen pillanatban segítenek. Én azt gondolom, hogy sem a mezőnyátékosoknál, sem a kapus teljesítmény nem volt olyan. Az óvár pedig tökéletesen felkészült, hogyha mondhatok ilyet, megérezte a vérszagot, és, és azt gondolom, hogy jól menedzselve minket azon a napon legyőztek. Ami ami nyilván egy nagyon-nagyon fájó és nem várt vereség, és azt mondtam utána a csapatnak, hogy nem jó érzés a az Eto történelem könyvébe bekerülni ezzel a vereséggel, hiszen ilyen vereség hát nagyon-nagyon régen nem volt, sőt az óvára szemben pedig soha nem volt. Úgyhogy, úgyhogy ez, egy, ez, egy, ez egy nagyon olyan része a, a, szezon első felének, ami, ami fájó. ugyanakkor azt gondolom, hogy tanulni kell ebből a de Igen, hogy a van. kommunikáció. Tehát azért azt tegyük tisztába, hogy az óvári mérkőzés másnapján leült a vezetőség kommunikálni a csapattal. Így van. Nyilván nem fogom most elmondani, hogy mit mondtunk. Nem szoktunk egyébként mérkőzések után a csapattal direktbe kommunikálni. Sőt, én magam talán, ha kétszer voltam előtte a lányok öltözőjében, és leültünk és átbeszéltük, azt gondolom, hogy most ideje volt, és a csapat megkapta tőlünk azokat a hát, keresetlen szavakat, mondhatjuk így, amit azt gondolom, hogy ilyenkor el kell mondani egy vezetőnek. Jó láthatóan megérintette őket, és azt gondolom, hogy utána a csapat egység formálódott. Ettől persze az a két pont elúszott, ami, ami én nem mondom, hogy megpecsételheti a bajnokságunkat, de jelen pillanatban, ahogy te is fogalmaztál, nem a saját kezünkben van a sorsunk. Ami ami a Győri Audi a saját kezében kell, hogy legyen. Tehát ez a valódi probléma, rosszkor volt az a mérkőzés, nem foghatjuk semmire, hiszen vereséget mi soha nem magyarázunk. És ugye bár azért, amit említettél, ugye beszélgetünk, is utána jött az a Bresti túra, amit majd kicsit később a BL-ben beszélünk, de ott ugye sikerült egy nagyon küzdelmes mérkőzésen, de győzelmet aratni, és ugye Igen, hát az már mutatta a csapategységet, Nyilván a lányok ilyenkor egymás között a kapitányi tím vezetésével ezt a Móvári meccset kiértékelték. az úrikék személyesen mindenkivel négyszemközti mítingeket tartottak. Tehát azt gondolom, hogy mindenki megtette utána, amit kell. A pályán pedig úgy történt minden, ahogy mi nem szerettük volna. Tehát azt már visszacsinálni nem tegyük, viszont nyilván utána tanulnunk kell belőle. Mondták két érdekes dolgot, az egyikre szeretnék rákérdezni. Ugye mondtad, hogy átbeszéltük. Én tudom ugye, hogy ezt úgy gondoltad, hogy Úrikkal van egy rendszeres meeting. Egy kicsit azért ezt is világítsuk fel, hiszen, hiszen ez egy kicsit eleve más, mint amilyen volt. Tehát heti rendszerességgel van találkozód a vezetőedzővel, és ott mi történik, hogy egy kicsit megismertessük a hát, nézőket. E, jól látható módon más a működésünk, egyébként belül, hogyha ha felez nem is látszik. Úrik egy teljesen más személyiség, mint Ambros volt. Ambros zártan kezelte a maga kis világát, nem is nagyon engedett ahhoz közel férkőzni egyikünknek sem. Nyilván mindent tudtunk egymásról, azok az információk mindig rendelkezésünkre álltak, ami szükséges ahhoz, hogy hogy végezzük a dolgunkat. Úrik azt a skandináv nyitott életet éli, és ő vele meg is állapodtunk a legelején, hogy heti rendszerességgel lesznek beszélgetéseink. Itt kielemezzük az előző hetet, beszélünk a, a következő hétnek az eseményeiről, illetve mindig beszélünk a jövőről. Tehát ami, ami nekem nagy megnyugvás, az az, hogy stratégiával lehet gondolkodni úrikkal. Ezt mutatják az igazolásaink, most nem szeretnék előre futni a beszélgetésbe, de, de azt gondolom, hogy egy teljesen más világ, egy jóval nyitottabb világ egyébként a stábtagoknak is, a csapatnak is. Tehát a csapat igényelte már ezt a váltást, hiszen a lányok önmaguk mondták, hogy hogy egy picit kinyíltak az úrik kezei alatt. Nem csapatkapitány van, hanem csapatkapitányi tím van. Ugyanez jellemző, van egy témacsapaton belül, aki a, a támadásoknak a, a, a tímje, van egy a védőspetsialistánknak a tímje. Ezekkel külön-külön folyamatos kommunikáció van. És ami nagyon-nagyon fontos, hogy a lányok elmondják a véleményüket. Én a én a BL-mérkőzéseken, a taktikai értekezletekre mindig bemegyek, a mérkőzés előtt nem szokványos, nem szoktak bemenni a, a vezetők ezekre. Én, én, én szeretem látni, hogy egy csapat milyen lelki és milyen motiváltsági állapotban van. És nagyon érdekes, hogy azok a játékosok, akik az elmúlt két évben, amikor volt alkalmam ugyancsak beülni, csendesek, voltak, azok a játékosok az Ulrik és a Krisztián vezetésével megnyíltak. Most ugyancsak nem fogok neveket mondani, de nagyon-nagyon de jó érzés volt nekem látni azt, hogy öten, hatan, heten hozzászólnak még közvetlenül a mérkőzés előtti taktikai értekezleten is egy-egy figurához. Ugye folyamatos videóelemzés van, az egyes vezéregyeniségeknek a, a kiértékelése van, meg mivel egy sok nemzetiségű csapat vagyunk, mindig van olyan, aki éppen akár test közelből játszott ott, vagy, vagy közvetlen kontaktja van az ellenfél csapatához, és nyilván ők azok a szószólók, akik akkor segítenek. De ezek a szó, ezeknek a szószólóknak a száma sokkal több, mint az előző időszakban volt. Én nekem ez ez abszolút pozitívum. És ez Úriknak, Krisztiának és annak a annak a mentalitásnak köszönhető, amit most jelen pillanatban az Audi Eto vezetése képvisel. Térünk vissza a bajnoksághoz, ezt gondoltam, hogy nagyon fontos megálló a kommunikáció, és ez, ez egy hosszú távon eredményes folyamatnak az első lépés, hogy ez a sikeres kommunikáció a csoporton belül, adott esetben vezető és edző, illetve vezető és játékosok között, ezért kértem, hogy emeld is ki. Viszont akkor térjünk vissza a bajnokságban, ugyebár ezt a Móvári fiaskót uh, nyugodtan nevezhetjük, annak uh, egy helyen lehetett volna javítani. Igen. Sajnos a idő a Ferencváros pályán, ahol az utóbbi időben kevesebb babér terem nekünk, azon vagyunk, hogy ezt megváltoztassuk. Uh, hogy érted meg ezt? Uh, nem, nem biztos, hogy mindenkinek ez egyszerű volt, egyikünknek sem, én is vállalom, Uh, utóbbi időben a fradi pályán nem megy nekünk, ezt ki kell mondani. Én szerintem pontosan ugyanúgy éreztem magam, mint bármelyik uh, Itt is. elődöm, aki, aki a Népligetben uh, kikapott. Nagy, nagy, nagy várakozással mentünk oda, hiszen azt gondoltuk, hogy olyan állapotban van a csapatunk, hogy minket aztán biztos, hogy idén uh, ősszel a Fradi a Népligetben nem fog legyőzni. Ez mindaddig igaz volt, amíg, amíg a szokásos fradifóbia rá nem telepedett a csapatra. Ennek az okát én személy szerint megfogni és megtalálni nem tudom. Abban, abban a hitben voltunk, hogy új edzővel, új edzői stábbal, új játékosokkal, új vezér, igye, vezér ez valahogy majd a, a múlt uh, homályába vész. Jól látható, hogy nem. Tehát abban a hangulatban jelen pillanatban a mi csapatunk uh, nem tud győzni. Én nagyon bízom benne, hogy a következő szezonban ez majd átfordul. Minden szezonnak így fogunk nekiállni, hogy uh, győznünk kell a Népligetbe. És nyilván visszatérve és uh, visszacsatolva az óvári fiaskóra, tehát én azt gondolom, hogy a mai bajnokság lebonyolításában az, hogy mi kikapunk a Népligetbe, itthon pedig egyel több góllal győzünk, akkor ott vagyunk a bajnoki címnél, amit mindig minden évben célul tűzünk ki. Ebben most nekünk ott azért kellett volna nyernünk, mert óváron veszítettünk. Mégis azt mondom, hogy hosszú a bajnokság, és semmiképpen nem szeretném és nem is fogom soha temetni a csapatunkat, de ahogy te is fogalmaztál, egy Audi a saját kezében kell, hogy legyen a sorsa. Most ez nincs meg. Azt gondolom, hogy a játékosaink tanultak ebből, és személyes tapasztalatom az, hogy azért én elég sokat járok Győr és Budapest között. Azt gondolom, mindannyian tudjuk, hogy milyen kiváló az m közlekedni. De ez volt az első olyan utam, hogy az autóban sem zene, sem telefon, semmi nem szólt, Ném, a csendbe jöttem, és megmondom őszintén, hogy azon kívül, hogy, hogy nyilván a csapattal lepacsisztunk, én, én, én az autóba siettem és hazajöttem, és azt a hetet azt azt, azt gondolom, hogy nem szeretném élni, ami utána következett. Nyilván tanulni kell belőle, kiavítani ezt már nem tudjuk, itthon győznünk kell, és nyilván meglátjuk, hogy a hosszú bajnokság alatt ki milyen eredményeket ér el a jövőben. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy ez egy subjektív beszélgetés, hiszen mi itt az etót képviseljük, és a saját Abszolv. álláspontunkat akarjuk elmondani. Úgyhogy éppen ezért fontos az, hogy egy kicsit szeretnénk bemutatni az, hogy is zajlik ez általad, általunk itt a klubban. És azért ez a kommunikáció, ez, ez tényleg nagyon fontos megtehetnénk azt, hogy, hogy a rossz dolgokról nem beszélünk, de, de ezt is vállaljuk, mert ezek is mi vagyunk. Én azt gondolom, hogy ez egyértelmű. Térjünk át a kicsit vidámabb témára, hiszen ha a férfi és a női mezőnyt is összeveszünk a bajnokok ligájában, a legjobb 32 csapatot a világon, hiszen Európában játszák a kézlabda legjobb játékát, akkor egyetlen egy csapat van veretlen, az pedig a Győri Audietó. A bajnokok ligájában uh, sikerült egy nehéz Bresti hányatot a tudatás után jól kezdeni, aztán az Odense mérkőzés uh, volt egy nagyon remek szurkolókkal való összetalálkozás érménye ismételten, aztán volt a helyi sima és a hazai uh, kicsit nehezebb győzelem. Neked melyik volt a szezon legemlékezetesebb uh, momentuma, és hogy értékeled a, a bajnokok ligája őszt? Hát azt gondolom, hogy egyet nem szeretnék kiemelni, talán a Nyilván a legfrissebb élmény van meg az emberben. Én azt gondolom, hogy a hazai Bitikheim mérkőzés az, az független attól, hogy arra számítottunk, hogy talán simább lesz, de azért nézzük meg azt is, hogy a sima idegenbeli Bitikheim után ugye ott volt a népligeti szerda. Tehát azt gondolom, hogy az megmutatta a csapatnak az erejét, és hogyha ha bár a pozitív hír nem hír, ezt tudjuk. Én ezt neked is és az egész kommunikációs csapatnak többször elmondtam, hogy hogy azért hány olyan csapat van, aki 8 per 8-as mutatóval rendelkezik a BL-nek ezen szakaszába. Most jelen pillanatban egy sincs, se a férfi, se a női mezőnybe, de hogyha egy picit kutakodunk a régmúltba, akkor sem biztos, hogy sokat találunk. Régen is nagyon büszkének kell lennünk, Független attól, hogy az európai sajtó, és csatoljunk arra vissza, amit az előbb mondtál, hogy most beszélgetünk. Az európai, az európai sajtóban ez, ez egy nagyon-nagyon nagy hír, és nagyon-nagyon sok megjelenés volt akár a közösségi médiában, akár a, a sporttal foglalkozó szaksajtóban. Nálunk ez valahogy. Nem kelt annyira szányra, hogy van egy olyan magyar csapat, aki veretlen a bajnokok ligájába. Mondjuk, hogy alapelvárás, ez már normális? Igen, mondhatja. én azt gondolom, hogy nincsenek alapelvárások már, hogyha ha, ha szívünkre tesszük a kezünket, akkor annyit változott a kézlabda férfi-női oldalon, hogy, hogy nincsen már alapelvárás, nincsen már biztos győztes a bajnokok ligájában, nincsen már biztos mérkőzés győzelem és, én ezt nagyon nagyra értékelem, hogy ilyen mutatóval állunk, hogyha ezt valaki elmondja a szezon elején, akkor szerintem bármelyikünk aláírja, hiszen a tavalyi szezonban a Bajnokok Ligájában is volt idegenben és hazai pályán is veresége a csapatunknak. Tehát ez, ezt én abszolút pozitívnak értékelem, és látom ezeken a mérkőzéseken, testközelből is a csapatnak a valódi erejét, hogy ez egy csapat. Tehát nem sztárjátékosok gyülekezete, hanem ez a csapat igenis egy csapat, amikor, amikor kell, akkor ki tudjuk egymást rántani a, a, rossz pillanatokból. Pontosan ezért nem értem az óvárt, és, és mindig, mindig, mindig próbáljuk és keressük és kutatjuk annak az okát. Most gondoljunk bele abba, mi, akiket etószurkolók vagyunk, és az etó család tagjai, átéltük a hazai helymet, hogy mínusz hatról is fel tudunk állni, amikor az a mérkőzés egyáltalán nem úgy nézett ki, hogy meg tudjuk fordítani. Egyetlen másodpercre nem adtuk fel, nem adta fel a játékos, nem adta fel a szurkoló, nem adta fel a speaker, tehát igazából... Én Két azt, a csapat. Igen, én azt gondolom, hogy, hogy nekünk, ez a, nekünk ez az irányunk, és az építkezésnek is csak az lehet az iránya, hogy egy olyan csapatunk legyen, ami csapatként erős, és nyilván egyesével kiváló kvalitású játékosok, de ma a, modern kézlabdában nem elég az, hogy van egy-két sztárjátékosunk, szándékosan nem emelek ki semmi, semmilyen csapatot, vagy akár mérkőzést, vagy akár világbajnokságról közeli élményt. Én azt gondolom, hogy a csapat az csapatként kell, hogy működjön. Egy-egy sztárjátékos ma már nem elég arra, hogy, hogy mérkőzést tudjunk nyerni. Itt azért mondjuk el egyébként a ha már az Óvár meccset említettük, ugye bár, hogy hosszú évek után először sikerült az Etónak és a Ferencvárosnak megegyezni a sorsorást megelőzően abban, hogy mikor játsza a két csapat a két mérkőzést. A két dán szakvezető, Úrik, illetve a Ferencváros edzője meg tudtak még egyezni, és utána a vaksorsorás következett. Én egy kicsit egyébként azt is látom ebben az Óvár mérkőzésben, hogy Annyira új volt még az edző és a csapat kapcsolata, hogy esetlegesen azok az automatizmusok, amik kialakultak egy Bietigheim mérkőzésre, Igen. még ott sem. Ez a sorsolás szeszélye, és ezzel nem magyarázkodni akarunk. Ez is egyébként, hogyha lehet, hogy később találkozunk az óvárral, máshogy alakul ez a mérkőzés, de ugye a ha-val kezdődő mondatok a sportban, a sportban teljesen feleslegesek, csak azért akartuk ezt a beszélgetést, és elmondjuk ezt is, hogy van egy ilyen e, árnyalata is ennek a, ennek a sornak. Kicsit már beszéltünk ugyan e, az Úrrik és a csapat kapcsolatáról a kommunikáció terén, e, viszont a másik része a dolognak a csapat állapota, ugye végül egy nagyon pozitív élménnyel zártuk le november közepén ezt az őszt a nagy e, fordítással. Fizikailag hogyan látod a csapat állapotát? Én azt gondolom, hogy a Holonek Zoltán vezet terülét stáb nagyon jól dolgozik, és, és nem volt egyáltalán ilyen jellegű problémánk az ősz során. Igen, nyilván ez a, a világ legjobb csapata. Én ezt mindig így mondom, és így is fogom mondani, amíg ebben a székben ülök. A világ legjobb csapata a világ legjobb stábját érdemli. És azt gondolom, hogy az erőléti, a fizioterapeuta csapat, a gyógytornász csapat, mindenki, aki ott van, világszínvonalat képvisel. Ez kiegészülve a két új trénerrel. Én azt gondolom, hogy ez bárhol a világban letehető, és bárhol a világban irigylik. Nagyon érdekes dolog az, amikor edzőtáborozni jönnek hozzánk BL szintű csapatok, és ott dolgoznak az arénába, akkor meglepődnek azon, hogy, hogy az az eszközpark egyébként, az a felépített rendszer, az párját ritkítja, és nyilván így Jól látható módon a sportban, sporttal mindig együtt járó sérüléseket ez a stáb tudja úgy kezelni, hogy a játékosok amikor visszatérnek a pályára, akkor maximálisan alkalmasak a játékra. És a kérdésedre visszatérve, a világbajnokság után elmondhatjuk azt, hogy a lányok egészségesen jönnek vissza december 27-én, ez egy nagyon fontos dolog, és a csapatunk nagy része egy... egy sikerrel, pozitív töltettel, mert nyilván nem lehet mindenki világbajnok, nem lehet mindenki aranyérmes, de azt gondolom, hogy majd azok az élmények és azok a helyisé, eh, helyezések, azok az érmek eh, megszépülnek, eh, mire ide a lányok karácsony után. És nagyon-nagyon fontos, hogy sérülés nélkül kisebb sérülések vannak, de, de a csapat eh, eh, egyben van, én azt gondolom, hogy egy jó világbajnokság után érkeznek vissza, és kezdhetik meg a felkészülést, abszolút tudatosan. Most szakítva az eddigi hagyományokkal, december végén nem játszunk mérkőzést, január harmadikával indul a szezonunk, így azt gondolom, hogy egy olyan rehabilitációs és pihenési ciklusa van a lányoknak, hozzátéve azt, hogy mindenki a családjával töltheti a az ünnepeket, nem kell 26-án repülőre ülni, itt lesznek, tudnak készülni, és akkor úgy megyünk bele a következő szezonban, hogy jelen pillanatban nem tudunk sérültről, és ez egy nagyon fontos dolog, azt gondolom egy klubvezető életében, hogy úgy kapja vissza a játékosait, hogy nincs sérülés, és egy abszolút pozitív töltettel érkeznek haza. A világbajnokság utolsó meccsére, döntőjére úgy utazhattunk ki, te és én, hogy az biztos volt, hogy lesz Győri mindenféle érmes, hiszen négy csapatból négyben volt Győri játékos végül. Ezután is gratulálunk Eszter Zeminkónak a, a világbajnoki címhez, Norvégiának és a játékosainak az ezüstéremhez, Dániának a bronzéremezés, persze Limblom és Védországnak pedig a negyedik helyhez. A helyszínen kint voltunk, valamint volt egy másik túra is Trondheimben, ahol az akadémia szakmai igazgatójával Kunatillával, illetve Uri Kirkelivel tekintettem én is megmérkőzéseket. mérkőzéseket. Hogy nagyjából a világbajnokságot? Egy kicsit itt már előre szaladtál így a kérdésem előtt, hogy hál' Istennek fizikailag mindenki ép és egészségesen tér vissza. Ezt el igazi vezére volt ennek a francia válogatottnak. Hihetetlen benyomást tett rám legalábbis ez a döntő. Te hogy érezted magad? Igen, én, én azt gondolom, hogy mind az elődöntők, mint a, a döntő, és nyilván előtte én, én televízión követtem az eseményeket, te már voltál ki Núrikkal, meg Attillával egy hétvégén. Ez a valódi kézlabda ünnep volt. Tehát én azt gondolom, hogy mind, mind a rendezés, a játékminőség, az egész uh, körítése az olyan, olyan uh, igazi skandináv volt. Uh, profi, uh, ugyanakkor emberséges, uh, a szurkolók, ahogy viselkedtek. Én, a, én, én azt gondolom, hogy ez, ez mindannyiunkat, akik ebben a, az arénában ott voltunk, megfogott. Nyilván az elődöntők uh, közül, hogyha a rangsorolunk nyilván a, a dán norvég elődöntő az, az, az párját ritkító élmény volt a maga izgalmával és kézlabda minőségével, de beszélgettünk mindig az aktuálisan mellettünk ülő szurkolókkal, hiszen ott tudtunk ülni a nézőtéren, Bizony. és, és ők, ők mindig olyan furcsán néztek ránk a, a döntő, döntőben ugye a balunkon a dánokkal, a másik a norvégok. oldalon a norvégokkal. A kemény magban ültünk. Igen, kemény magban ültünk, és, 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 és nem értették, hogy mi igazából nem szurkolunk senkinek. Mi, mi elvesztük ezt a, ezt a hétvégét, ugyanakkor elmondtuk nekik, hogy mi nem szurkolhatunk, hiszen mind a, mind a, mind, minden aktuális ellenfélnél ott van a... A játékosunk, ugyanakkor hatalmas büszkeség az látni, hogy a csapat magja ott van, a csapat magja az európai elitben van, azok a játékosaink, akik, akik szerepeltek, azok vezéregyeniségek voltak a válogatottjaikba, és most megint előre fog futni, de nagyon jó volt azt látni, hogy azok a játékosok is, akik a következő szezonban már zöldfehérben fehérben vannak, ők is hogyan és milyen formában játszanak, vezéregyeniségek tudnak lenni, és meghatározói tudnak a, a saját nemzetüknek. És egy vágyálom, tehát én, én ezt mondtam ott neked is, hogy klubvezetőként, klubcsapat élén lenni, és a klubcsapattal egy final formán szerepelni, az nagyon nagy élmény. De nagyon jó lenne, ha egyszer ott az elitben ott lenne a magyar válogatott, mert egy nemzetet képviselni és egy nemzetnek szurkolni, az nagyon-nagyon más élmény. És ha valami azt gondolom, hogy tényleg megfogott minket, szerintem mindannyiunkat, meg mindenkit, aki részese volt ennek, az, az, a, az a teltházban lejátszott magas minőségű kézlabda, kultúráltan, és az hogy, az, hogy hogy lehet sportolni, és hogy hogy kell majd egy nemzetnek szurkolni. Ezért én nagyon szorítok azért, hogy még minél hamarabb ott legyünk a Európa elitjébe újra, és akkor a magyar, magyar nemzetnek szurkolhassunk. Így legyen, erre csak azt lehet mondani. Öst azért érintsünk pár olyan témát, ami az elmúlt időszakban megmozgatta a szurkolókat, és itt az igazolásokról van szó. Kezdjük az egyik legnehezebbel. Szia Szolberg a szezon végén távozik. Nem véletlen, hogy ezt a sajtóközleményt így írtuk meg. Természetesen a, a, a szurkoló kedvéért mondom, hogy minden egyes sajtóközlemény a játékosok jóváhagyásával megy ki. Tehát ez nem csak a klubverzió, hanem ez a közös verziónk. Ez egy nagyon nehéz ügy volt, hiszen egy hosszú tárgyalás volt, egyértelmű szándék volt, azonban ezt a családi helyzetet, amiben szíjék vannak, nem tehettük meg, hogy ne fogadjuk el. Mégis azt gondolom, hogy, hogy a klub érdekeit kell nézve, mert nyilván egy év az, az is több, mint a semmi, mondhatják sokan, de neked klubvezetőként elsősorban a, a, hosszú távú célokat kell tekinteni. Igen, tehát valóban egy nagyon, nagyon nehéz és hosszú tárgyalás sorozat volt ne titkoljuk, hogy az volt a cél, hogy Szandra és Szíje legyen a következő szezonban a kapus párosunk. Hát négy-öt körben biztos leültünk. Volt, amikor bizakodóbbak voltunk, volt, amikor teljesen kilátástalannak láttuk ezt a helyzetet, és amit, amit említettél, nagyon hiszek az egyenes és őszinte kommunikációban, ezért a, a sajtóközleményben is leírtuk a, a valóságot. Ö, olyan személyes és családi okok vannak ö, jelen pillanatban cia ami miatt ők maximum egy éves szerződést tudtak vállalni. Ezet, ezt végig konzultálva, arra jutottunk, hogy ö, hogy mi viszont csapatot építünk, hosszú távú csapatot építünk, és itt ebben a, ebben a, ebben a szituációban ö, nem tehetjük meg azt, hogy ö, a könnyebb utat válaszok, mi végül úgy döntöttünk, és egyébként ebbe Szíje is partner, hogy érti a Győri Eto filozófiáját, nagyon-nagyon sajnálja, hogy, nem lehet részese tovább az etónak, de én gyakorlatilag azt mondtam neki, hogy az ajtót nem csuktuk be, jelen pillanatban két-három évig biztosan nem jön, aztán meglátjuk, hogy a jövőben érkezik-e. Higgyék el, hogy, hogy klubvezetőként, mi, akik ezeken a tárgyalásokon ott voltunk, de szerintem beszéltek Úrik nevében is, mi minden létező érvet felhoztunk amellett, hogy, hogy szíje maradjon. Ugyanakkor tudomásul kell vennünk, hogy ők édesanyák, egy családnak a részei. Most nekik olyan az élethelyzetük, hogy nem tudnak családként külföldön élni. Azért a pótlás sem olyan rossz, hiszen friss világbajnokot igazol, igazolt a Győri Audietó Hatadusako személyében. Hát ugye ő egy fantasztikus személyiség szíjéhez hasonlítható az a, az a személyisége, ami neki is megvan, hiszen Szíjében, szíjében ezt is szerettük, hogy egy egy, egy rendkívüli ö, emberről van szó, sportolóról, és ö, Hatadu is ö, egy ilyen, egy külön kis szurkolói csoportja volt, azt láttuk ott a VB döntőn, ugyebár szenegáli származású, Franciaország színeiben először ö, szerepel, egyből világbajnok lett. Ö, milyen benyomásod volt róla? És hát ugye sok kérdés felmerült, hogy miért pont ö, ö, Hatadu szakó, miért nem egyébként mások, egyébként azt így röviden megválaszolva, hiszen nézzük a piacot, akik elérhetők, akik nem éppen szerződésben vannak, vagy már szerződtek. Ugyan időben elkezdtük a tárgyalásokat, de ezért is ő az a véleményünk szerint, szerintem mondhatom a te nevedben, és a legjobb megoldás jelen pillanatban. Igen, bár ugyanakkor, ha visszagondolunk arra, hogy a, az államcsapatunknak a listáját már annak idején Ambrossal is leírtuk, majd azt ö, ö, Folytattuk Úrikkal, a szakó mindig rajta volt ezen a listán, mint a jövő nagy. nagy kapusa. Tehát megtapasztalhattuk a saját bőrünkön, hogy milyen az, amikor ő rehúzza a rolót. 28 Úgy éves. Így van. Fiatal. És, és ami egy nagyon, nagyon érdekes, hogy ahogy te is fogalmaztál, azért a, a kapusokból a, az európai piacon nem nem sok olyan top kapus van, aki, aki egyáltalán szóba kerülhet az Audi-Eto céljainak eléréséhez. Tehát szerintem a két kezünkön meg tudjuk számolni azokat a kapusokat, akik, akik beleillenek a mi rendszerünkbe, és tudják azt a minőséget, amit, amit a Győri Audiátó kapujában produkálni kell. Ezeket mi végigvettük, és nem most kezdtük ezt, hanem, hanem két évvel ezelőtt elkezdtük, és nyilván nem szeretném most felsorolni a listát, de, de Szakó nagyon előkelő helyen volt. Tehát a, a, a mi államcsapatunknál a top 3-ban szerepelt, Hozzátéve az, hogy ahogy, ahogy őszintén elmondtuk, az elsődleges tárgyalásokat a szíjével folytattuk. Nagyon érdekes az, hogy ő egy teljesen más kapus iskolát képvisel, nem a jól megszokott európai minták alapján véd, és én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy olyan páros tud lenni, Szandra az abszolút skandináv kapus, az ő lazaságával ugyanakkor, ugyanakkor eszméletlenül felkészülve kiszámítja azt, hogy hol legyünk, elképesztő módon instruálja az előtte védekezőket. Szakó az én szememben azon kívül egy kitűnő kapus, talán egy ilyen, egy ilyen veleszületett tehetségből védő, és nem annyira munkát kapus még. És pontosan ezt érezhettük ellenfélként is többször, hogy, hogy azokat a mozdulatokat, amiket ő képes a kapuban megtenni, azt nagyon kevés kapus teszi meg úgy, és éppen ezért kiszámíthatatlan, és zitszereket fog, heteseket véd. Én azt gondolom, hogy a, a világbajnokság döntőjének a második félidőben mindenki megtapasztalhatta azt, hogy, mi? hogy mit tud a szakó és, és mit, mit, fog tudni a Győri Eto kapujában. Én azt gondolom, hogy ő, ők nagyon-nagyon ők jó páros tudnak lenni, és mivel mind a kettővel hosszú távú szerződésünk van a következő szezontól, ezért, ezért azt gondolom, hogy ők, ők együtt dolgozva, kis a közreműködésével, aki ugye kitűnő kapusedzőnk, lehet egy olyan páros, aki meghatározója lesz a következő szezonoknak a bajnokok ligájában. És mondhatjuk, hogy hát Szakó egyébként a Lönó kéz Abszolút. nyomát is magán viseli, hiszen uh, volt kapusunk, a francia válogatott mellett kapus dolgozik, és biztos, hogy megmarad a kapcsolat a jövőben Így van. is. Um, Szandatoftot említetted, ővel a hosszabbítottunk, ugye ott is leírtuk, hogy uh, együtt kezdtük el a tárgyalást, Szandának is ez volt a kommunikáció, hogy Csíjével is hosszabbítani szeretünk uh, volna, és éppen ezért ez fontos volt. Uh, Szandatoft esetében ez a hosszabbítás, uh, hogy jött? Egyértelmű volt akkor ezek szerint. Teljesen egyértelmű volt. Én azt gondolom, hogy minden ilyen dolog vezetőedzővel közös uh, hosszú távú beszélgetés. Uh, nem volt kérdés. Tehát nem tudom, tegye majd fel a kezét az a klubvezető, aki ezt nézi és hallja, hogy aki nem szeretne hosszabbítani Szandra Toftal. Szandra Toft nagyon nagy büszkeség nekem, hogy itt marad. Nagyon nagy büszkeség az, hogy még három évig úgy gondolja, hogy szeretne az Audi Eto kötelékéhez tartozni. Szandra nagyon-nagyon éhes a sikerre. Ezt szerintem láttuk a VB-n is, hogy, hogy amikor nem sikerült az az elődöntő, akkor, akkor ő, ő nagyon össze tud zuhanni, nagyon-nagyon szeret győzni, nem is, nagyon, nem is nagyon tud elképzelni mást, és nekem, egy, nekem nagyon nagy élmény az, ahogy ő egyébként a védőfalat instruálja azzal az elánnal, és csak a jellemző hát nevezzük kiabálásnak, bár ez ennél több, amit helyre tudja tenni a védőket, és megmondom őszintén, hogy ezek, ezek jó jelek hogy egy Sandra Toft, egy, egy Szakó, és még nyilván fogunk beszélni a hosszabbításokról, Pontosan. hogy ezek a játékosok, akiket egyébként bármelyik csapat nagyon szívesen igazolna, ezek a játékosok, ezek hosszú távon gondolkodnak a győrbe. Hallottuk a plegykákat, hogy már győrbe nem akar jönni senki, már nem az a győr, mint régen. A győr nem attól tudja ezeket a játékosokat megtartani, mert többet fizet, mint a többi több csapat. Ezek a játékosok szeretnek ebben a városban élni, szeretnek ehhez a közösséghez tartozni, látják a, a stratégiát, és nyilván bajnokok ligáját szeretnének nyerni, hiszen közülük sokan még soha az életben nem élték át ezt az élményt, és mindaddig itt szeretnek, szeretnének köztünk sportolni, amíg ezt nem tehetik meg. Elhangzott többször a stratégia szó, és ezt uh, szinte minden közleményben is hangsúlyozzod és hangsúlyozzuk. Uh, szépen megyünk tovább, és ki fog világlani az egész stratégia, uh, mert éppen hogy ez van mögötte az egész mögött. És ugye egy dolog, meglepő, egy dolog nem volt meglepő, hogy ezt a Zeminkó hosszabbított. Amivel meglepődtek sokan, hogy ez a hosszú távú dolog. Ezt egy kicsit megvilágítanám, mert azt tudom, hogy ezt el Uh, rendkívül emocionális, a francia válogatott csapatkapitánya, igazi vezére uh, egyéniség, nem csak ott, hanem itt is, és ő, ő egy nagyon jó érzéssel uh, a birtokában ment el a francia válogatott, szerintem ez is látszott rajta, hiszen itt megnyugodva minden uh, lezárva a jövőjét érintő kérdéseket, nagyon pozitív üzeneteket fogalmazott meg feléd is. Abszolút, uh, ez tényleg sok kérője volt, hiszen a, Világ egyik legjobb kézlabdázója, aki a francia válogatott csapatkapitányaként világbajnok. Azt gondolom, hogy ezt nem nem nagyon kell magyarázni. Ö, ami, ami nagyon érdekes, hogy ö, nyilván otthonról is voltak kérői. És abban, a, abban az életkorban van, amikor neki el kellett dönteni azt, hogy ö, hogy adott esetben hazamegy, vagy, vagy, vagy marad még ő. Ő nekem azt mondta, hogy ő, ő neki más opciója nincs. Tehát a között döntött, hogy hazamegy egy francia élcsapathoz, vagy itt marad köztünk. És sokat beszélgettünk, sok négy beszélgetésünk is volt, és, és, végül én azt gondolom, hogy úrikék érkezése az, ami, ami, ami afelé billentette az ő mérlegét, hogy ő még szeretne ennek a projektnek a része lenni. Ő azt mondja, hogy ő ilyen jól még soha nem érezte magát győrben, ilyen nyitottságot és ö, ilyen szakmaiságot még nem tapasztalt. Azt is említette, hogy annak idején, amikor ideig az old, ő erre vágyott, ami most ebben a szezonban van, és, és, szeretne ennek a része lenni, és azt gondolom, hogy azt is elmondhatjuk, hogy a beszélgetéseink végén, mielőtt aláírtuk, ő azt is elmondta, hogy valószínűleg innen szeretne majd visszavonulni. Ami, ami egy, ami egy nagyon nagy dolog, hogy egy ilyen kvalitású játékos azt mondja, hogy a pályafutásának akkor ezt a részét majd Baszegit Győrben szeretné lezárni. Tudunk ilyet, a mostani csapatunkban is van olyan, aki itt fogja lezárni a pályafutását. Erről majd egy kicsit később beszélünk, azért nem tudunk mindent ebben a pillanatban még így a 2020-as esztendő végén felvilágítani, még dolgozunk, de, de erről is majd Igen. beszélünk. Viszont a csapatkapitányunk Ari Bracet Dále is hosszabbított, Uh, fantasztikus személy Kari is, aki ismeri őt nagyon jól, tudja, hogy egy igazi vezér, ő is, hála Istennek, megvannak nálunk a vezérek is, illetve azok a csapatemberek, akik szintén kellenek egy jó csapatba. Kari is uh, elköteleződött a hosszú távú stratégia mellett, hogy ítélet meg az ő csapatkapitányi szerepét hiszen átvette Annamete Hanzentől nehéz örökséget, mert azért Görbic a után Győrben Eto, Audi Eto csapatkapitánk lenni soha nem egyszerű, de én úgy látom, hogy megbírkózik a feladat. Te hogy látod? És a hosszabbításról is pár dolgot kérlek. Abszolút, hát Kária csapat szíve, motorja, öltözőben, utazásokon, az volt egyébként már a tavalyi szezonban is, és amikor tudtuk, hogy Annamete máshol folytatja. Több rengtünk és beszélgettünk azon, hogy ki lenne a alkalmas csapatkapitánynak. Nyilván ez a döntés, ez a vezetőedző és a csapat döntése, de, de az én jelöltem egyértelműen. Ugyanarra gondoltunk, Kári így, volt. Mindenki. nyilván Úrik egy új szisztémát, egy csapatkapitányi tímet dolgozott ki, de a csapatkapitányi tímet Kári vezeti, és azt gondolom, hogy nyilván a pályán is látszik, de, de az utazások alatt, a, a magánéletükben is látszik az, hogy ő ennek a csapatnak a, a valódi vezére. Ugyanazt tudom mondani, mint Szandránál, tehát euh, tudjuk, hogy hány kérője volt Karinak, tudjuk, hogy milyen csapatok voltak azok, és azt gondolom, hogy euh, nagyon fontos üzenet ez nekünk, és nagyon fontos üzenet kell legyen az egész Győrt euh, szerető, Győri szurkolónak, euh, de akár az egész euh, közvéleménynek, hogy, hogy nagyon nagy üzenet az, hogy euh, Kári Brácet, euh, Hosszú távú szerződést ír alá ennyi év után a győrrel, hiszen ez azt mutatja, hogy ő látja még ebben a további perspektívát. Ennyi év után is úgy dönt, hogy nem vált, hiszen ő most szívünkre tehetjük ezeket oda megy kézlabdázni, ahova akar. Hazamehetett volna, közelebb lehetett volna a szüleihez, családjához. Ő mégis azt mondta, hogy Atlumetben szeretne kézlabdázni. Ez komoly fegyvertény, és nyilván, ha időrendben végig gondolod, hiszen része volt -e ezeknek a tárgyalásoknak, a rákövetkező tárgyalásokon is nagyon fontos volt az, hogy egyébként marad-e a kári. Igen. Mert, mert egy biztosíték a játékosoknak is az, hogy egy kári a csapatban van, az, hogy egy kalibrációt a csapatkapitány a győri -eton. Ez egy egymásra épülő folyamat Abszolút. volt, tehát megvilágíthatjuk azt is, hogy tudatosan kerestük a játékosokat bizonyos sorrendben, és éppen ezért építettük fel ezt a stratégiát így. Volt még egy olyan játékosunk, akivel mindenképpen hosszabbítani szerettünk volna, ő Anagros, aki végül úgy döntött, hogy hazatér hazájába, és a Szlovéniában, a Ljubljanában folytatja a pályafutását. És az ő pótlására érkezik a holland válogatott Dione Usher, hausia, próbálom a még gyakorolni kell mindenkinek Igen. is. Örülünk, hogy ő itt van, Dione, Igen. mondjuk így. Igen. Ezt egy kicsit mondom, hiszen én is tudom, hiszen együtt voltunk ott a tárgyalásokon, nagyon-nagyon korán jeleztük Anának, hogy a lejáró szerződés hosszabbítani akarjuk. Mi történt? Igazából én úgy tudom, meg hát az, amit beszélgettünk, hogy ő most, érkez, most látta el az időt, hogy hazaigazolja. Igen, hát Anna a, az egyik legjobb balkezes lövő a világon, abból nem sok van. Nagyon kevés. Ugy, ugyanolyan, mint a kapusposzt, hogy nagyon nehezen pótolható. Anát ismerve időben kellett kezdeni, hiszen talán mondhatom azt, hogy az egyik legokosabb, legintelligensebb kézlabdázója Európának. Sok nyelven beszél, világot látott, és, és előre gondolkodó személyiség. Ezért mi is jó idejében kezdtük. Talán ő volt az első, akivel akivel elkezdtük a tárgyalásokat. És ő, ő, ő nála ez a mérleg ez, a bérleg, ez a olyan 50-50 százalékon -50 billeget, és végül úgy döntött, hogy ő a, a hazatérés mellett voksol. Ennek egyébként az oka az, hogy elkezdi építeni a kézlabdázás utáni. Jövőjét saját üzleti vállalkozásba fog kezdeni a kézlabda mellett. Azt gondolom, hogy ez is azt mutatja, hogy ő egy, egy, egy abszolút tudatos ember. Imádja az etót, mindenképpen BL győzelemmel és bajnoki címmel, kupagyőzelemmel szeretne hazatérni Jubjanába. It, itt, itt, megint azt gondolom, hogy egy olyan magánéleti és személyes száv van, amit, amit, nekünk semmi más dolgunk nincs, mint tiszteletbe tartani. Én nyugodt szívvel kimerem azt jelenteni, hogy az Audi Eto vezetésége mindent megtett azért, hogy ánna itt, itt kézlabdázon, ő is szereti Győrt, szeret az Audi Eto projekt része lenni, viszont van élet a kézlabda után is, és ő ahogy a beszélgetéseinkből kiderülő úgy számol körülbelül, hogy még egy-két évet venne részt a top topkézlabdában, és utána már egy előkészített és talán félig felépített üzleti vállalkozásba szeretne kezdeni. Jó érzés ilyen játékosokkal egyébként egy csapatot alkotni, akik, akik ennyire előre gondolkodnak, és ennyire európai módon élik az életüket. Az is biztosá vált, hogy Kelly Dull felé érkezik, szintén egy holland válogatott, akik ugye ötödik helyen zártak, nem is olyan rossz helyen a világbajnokságon, és Lina Haugsted pedig ugye bár nem marad, ő viszont hazaigazol, és itt a haza szónak van nagy jelentősége. Mit lehet erről tudni, hogy ott is kaptunk hideget-meleget Lina távozásának okán, de, de ez nem csupán úgy gondolom, hogy arról szólt volna, hogy ő győrszintű, vagy nem győrszintű játékos, vagy ellenfelet segítünk, hiszen Líne nagyon, nagyon, számára nagyon fontos a család, ha jól tudom. Abszolút. Línénél volt egy olyan személyes szál, amit nem emeltünk ki annak idején a közleménybe. Nem, nem szerette volna őse, se. Mi sem hiszem, hogy be kell, hogy bújjunk ezek mögé. Végül úgy alakult, hogy ő amellett döntött, hogy közelebb szeretne élni a, a családjához. Semmi egyéb oka nincsen annak, hogy ő nem lesz az Audi játékosa játékos, a pályán jól teljesít. Szerintem mi is akartuk, hogy maradjon, viszont azt, azt látjuk rajta, hogy, hogy neki ez a személyes szár, ez erősebb, mint minden egyéb. Nem, nem hangsúlyoztuk ki ezt annak idején a sajtóközleménybe, de azt gondolom, hogy most itt ennek a beszélgetésnek lehet ez a, lehet ez a része. Line bebizonyította a világbajnokságon is, hogy a világ egyik legjobb védője. Jövőre ellenfélként majd megpróbáljuk feltörni azt a védőfalat, amiben ő áll, és fel is fogjuk. Ugye már Kelly Dulfer pedig érkezik, aki szintén bizonyított. Egyrészt közelből láthattuk az ő játékát a Bitikheimben, most láttuk őt azért a világbajnokságon is. Nem gondolnám, hogy rossz csere lenne, tehát amellett, hogy természetesen Línével együtt dolgozunk, azt gondolom, hogy azért ez egy, ez egy jó igazolás, főleg a védekezésben töltött szerepénnyel. Nincsenek rossz cseréink. Ezek a játékosok azt gondolom, hogy hasonló kvalitásokkal bírnak. Líne nem feltétlenül találta meg a számítását külföldön, Kelly viszont bizonyította, hogy... Ebben nőtt fel. Így van. Külföldön. Külföldön. és azt is elmondhatjuk szerintem itt, hogy, hogy Kelly úrik személyes kérése volt. Sokat beszéltünk, megnéztük a játékát, nyilván, ahogy te is említetted, saját bőrünkön is tapasztaltuk most kétszer is egymás után, hogy milyen, ahogy ő játszik. Érdekes módon ő azon játékosok közé tartozik, mert szoktuk mondani, hogy aki győrbe igazol a következő szezonban, az általában itt az Audi arénában a labdát sem találja. Kelly nem így játszott a, a, az Eto'o-Bitigheim mérkőzésen, úgyhogy én, én várakozással vagyok, de de ugyanolyan várakozással vagyok minden játékos iránt, aki, aki érkezik, hiszen mondom még egyszer is, Kvalitásbeli különbségek itt nincsenek. Én azt gondolom, hogy abban lesz, vagy lehet különbség, hogy ki és hogyan tud beilleszkedni egy új ö, csapatba, ki és hogyan tud élni egy új társadalomban, egy új környezetben. Van, akinek ez megy, van, akinek kevésbé megy, van, akinek ebből nincsenek problémái, van, akinek vannak, van, akit ez motivál, akit pedig adott esetben, hétköznapokon ö, olyan helyzetbe sodor, ami aztán később a a pályán is megmutatkozik a teljesítményében. Azt azért mondjuk el, hogy nem csupán játékosokról beszélgetünk, hanem emberekről, egyénekről, sportolókról, mindenki egy kicsit más, viszont talán ez sem hangzik el elégszer, hogy mi nem csak a sportot és a sport teljesítményt nézzük, hanem minden egyes játékossal, még szerződés aláírás előtt természetesen egy nem csak kézlabdáról, de beszélgetés alig, ha lehet személyesen, hanem pedig online, így van? Így van, tehát családtagok vagyunk. Az Eto család az nem, nem csak a szurkolókból, nem csak a stábtagokból, stáb hanem mindig az aktuális játékosokból is áll. A szűk család az pedig a csapat. És azt gondolom, hogy ez mind a kettőnkre igaz, hogy mi csapattagok is vagyunk egyben. Tehát nyilván a, a személyes-privát életüknek is a része vagyunk. Talán azért is szeretnek győrben játszani a játékosok, mert ha lehet még túlzottan is elkényeztetjük őket azzal, ami egyébként már hagyományos az etónál, hogy mindenben próbáljuk segíteni a privát hétköznapi életüket is, legyen az lakhatás, legyen az, hogyha éppen a lakásukban, autójukban van valami gond, de vagy akár az, hogy hova érdemes menni, hova érdemes a családot elvinni, kirándulni, segítjük a ide érkező családtagoknak a a lakhatását, szállását, étterményellátást, nagyon sok mindenben, hiszen ugyanezt tennénk a családtagjainkkal is, amikor érkeznek a rokonaink, akkor mindig megpróbáljuk a legjobbakat, legjobb élményeket, legjobb falatokat nyújtani. Ugyanez igaz, amikor az ő rokonaik érkeznek, akkor mi mindenben próbálunk segíteni mindenben, de tényleg mindenben. Csak az jutott eszembe, hogy Dione Husserre visszakanyolod, mert ugye őt aztán nem betegszeteztük ki, annak rossz esete után, hogy pont, ha jól emlékszem, a Magyar Kupa négyes döntőinek a hétvégén egy délelőtt ültünk le, teljesen vele beszélgetni, mert neki akkor volt ideje, tehát mi párhuzamosan dolgozunk a, a csapattal, és ott beszélgettünk egy Igen, jó órát egy, vele. Egy tatai szállodának így van, a, így a van. Jó időben ültünk, így van, a napsütésben. És wifi és... kerestünk vagy Így van, így van. Tehát nagyon fontos, és, és, nagyon érdekesek azok a kérdések, amit a játékosok feltesznek, hiszen minden tudnak az etóról. Szerintem nagyjából tisztában van mindenki az éppen aktuális fizetési igényével addigra már, hiszen a menedzserek pontosan tudják, hogy ki a ranglétrán éppen hol tart. Viszont nagyon, nagyon, nagyon privát és személyes kérdéseket tesznek fel a városról, Magyarországról, a társadalomról. Kérdezik tőlünk is, de pontosan tudják ezt már a csapattársaiktól, hiszen ha csak a Dionét említed, ő nyilván előtte nem egyszer beszélt már Ivettel arról, hogy te Ivett egyébként Győrben milyen élni, és szerencsére mindenki azt mondja, hogy Győrben jó élni. És nagyon fontos az, hogy egy olyan városban élünk, ahol a hétköznapok is jók, mert tudunk olyan csapatokról, ahol jó a csapat, jók az egzisztenciális körülmények, de mégsem tudják a játékosok megélni a hétköznapokat. Mi, mi, jó helyen fekvő városban vagyunk, innen Bécs, Budapest, Pozsony egy másfél órán belül elérhető. Közlek, könnyen, könnyen haza lehet menni. Könnyen utaznak, könnyen jönnek a családtagok, barátok, úgyhogy én azt gondolom, és amúgy a hétköznapi élet is európai szintű ebben a városban. Két dolog köti össze Diona Husert, Bófán Veteringet, illetve még egy dolog, illetve egy dolog, és még egy dolog, hogyha mellé veszük Krisztán Kezdjük az elsővel. Ugyebár Dione fiatal, ez mind a hármajukra igaz, ez lett volna amelyik mindannyiukra igaz, hiszen a jövő a stratégiának többször kihangsúlyozott része a fiatalítás, amit ezúttal meg is kezdett a csapat. Viszont akkor, ha a még, Krisztián uh, egy picit hátrébb tesszük, akkor most azt a vádat is megkaptuk, hiszen mi is olvasunk, hogy hát most akkor egy mini-odenszét próbálunk itt. Uh -huh. Ami egy kicsit azért visszás, mert Dione balkezesként egy szűk elitnek a tagja, ugyebár uh, ő róla mit gondolsz, és akkor itt van bófan Wettering, akit ugye egy picit. Uh, párhuzamba lehet állítani Emily Hovdennel, aki, aki remekül ö, mutatkozott be az idei bajnokságban. Sokat kérdezek egyszerre, tudom. Szóval kezdjük Dionéről, hogy őról mit gondolsz, hiszen ő egy fiatal tehetség, akit most nyugodtan hozzátehetjük, hogy most már legalább 5 éve, hanem 6 éve a korosztályos versenyek óta nagyon régóta kinézett az Eto magának, és mindig ott volt a listán, most pedig nyártól az Eto játékos lesz. Igen. Az elődeim is próbálták megszerezni Dionét, többször tárgyaltatok, szerintem te azokon a tárgyalásokon is ott voltál. Így van. Úri uh, kirkeri a kulcs. Tehát én azt gondolom, hogy Dion esetében egyértelműen arról van szó, hogy ő azért vált, és azért próbál egy szintet lépni, Ha uh, holott még lehet, hogy az életkora erre nem predestinálja, mert az Úrik az edzője lesz. Ők nagyon-nagyon jó edzőjátékos kapcsolatban voltak az Odenzében is. Ugyanakkor szó volt róla, hogy akár az úrikkal egy időben érkezzen. Nem volt még érett erre, ezt elmondta úrik, elmondta Dióna, és így gondoltuk mi is. Most van abban az életkorban, amikor igenis ki kell próbálnia magát. Nagyon-nagyon nagyon éhes a sikerre, és hogyha rajta múlott volna már ebben a szezonban is egyébként zöld-fehérben játszana, mert nagyon szeretett volna minél előbb jönni. Most van itt az ideje, és nyilván, ahogy az előbb Anna esetében beszéltük, a balkezes az nagy kincs és ő a, ő a, jövő játékosa, amellett, hogy a jelenben is kitűnően szerepel, hiszen ugyancsak csatoljunk vissza a legfrissebb élményekre. Mindenki láthatta, hogy a hazája nemzetének a mezében meghatározó játékosa volt annak a holland válogatottnak, ami hajszállal, de nem lett elődöntős. Szóval én azt gondolom, hogy ők, ők mind olyan kvalitású játékosok, akik, akiknek itt a helye, és most az, hogy éppen az Odenzéből igazolunk, akkor mondhatjuk, hogy mi a mini mec vagyunk, hogyha az elmúlt szezont, vagy akár a következő szezon nézzük, hiszen a medzből is érkeztek játékosok. Ezek talán, ha, 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 kicsit távolabbról nézzük, akkor, akkor lehetnek egyébként olyan nevelő klubok, és nem nyilván ezek nehogy megsértődjenek ők, és nem is ez a, ez a célom, de ott, ott kinevelődhetnek olyan játékosok, hiszen bajnok, folyamatos bajnokok, ligaérész, ők jól szerepelnek a bajnokságaikban, akik egy idő után a top-top kluboknak lehetnek a, a játékosai. Ugyanez a véleményem Bóról is, hogy, hogy volt egy négy magyar szélsős modell a, az ETO történetében, amiben most már ebben az idei szezonban is változtattunk, és a következő szezonban. Ugyancsak változtatni fogunk. Az etóban mindig azoknak a játékosoknak kell játszani, akik a legtöbbet tudják segíteni az etónak, mint klubnak, akik az adott poszton a világelítjében tartoznak, és ez ne, nem függ attól, hogy ki milyen nemzetiségű. Most mini holland válogatottat is olvastunk már, Igen. hogy építünk, érdekes eddig mini Norvégia voltunk, de ugyanakkor most nem tudom, lesznek franciáink, lesznek dányaink, tehát igazából... Csak mi nem így ítéljük meg ugyebár ezeket a játékosokat, hanem mi, mi, azt mondjuk, hogy akar -e az etó család részese van, lenni? Így van. Ez az első kérdés. Tehát azon kívül, hogy nyilván kiszemelsz egy játékost, utána mindig az van, hogy mondja el ő, hogy miért szeretne az Eto'o játékosa lenni. Akarat és hit nélkül nem igazolunk játékost. Számomra teljesen mindegy, hogy honnan jön, miben hisz, megvan-e a szintje, Igen. és akar-e ennek a projektnek a részese lenni, mert ha igazán akar és meg tudunk egyezni, akkor örömmel. Péter, a Krisztén Jörgensen egy különleges igazolás volt, és nem csak a személyisége és a kora, meg a tehetsége miatt, hanem ő volt az a játékos, akivel a szerencse kapcsán, hogy volt szabad ideje, le is tudtunk ülni, kötetlenül beszélgetni, és az biztos, hogy, hogy egy fantasztikus lány, már ilyen fiatal kor ellenére, de, de Bened is azt gondolom, hogy hasonló nyomokat hagyott a vele való találkozás, mert, mert ő egy hihetetlen nagy formátum lesz az én véleményem szerint, és látván őt most itt a, a meccseken, amit te is említettél egy korábbi interjúban, hogy kulcsmomentumokban odaállt és, és a felelősséget felvállalva Dániát vezette, heteseket lőni, ezt csak a legnagyobbak tudják, és ő még mindig csak 25 éves, hogy ítéled meg az ő szerepét. Nagyon várom, hogy, Etómezbe játszom. Őról is pontosan ugyanaz a véleményem, mint, mint amit a többiekkel kapcsolatban és már említettem, hogy ha rajta múlna, holnap Etómez lenne rajta. Nyilván ettől függetlenül a meccért fog küzdeni ebben a, ebben a, szezonban, de nagyon jó visszaigazolás volt ez a világbajnokság arra, hogy egyébként egy ennyi idős játékos, hogy tud vezérégyenisége lenni éppen a, a Dán válogatottnak kritikus és kulcsfontosságú 7 métereseket bíztak rá, és szemrebben és nélkül belőtte. Ő egy, ő egy olyan típusú irányító lövő játékos, ami azt gondolom, hogy a modern kézlabda, amit a modern kézlabda megkíván egy nagyon magas, hosszú végtagokkal rendelkező, rendkívül intelligens, nagy lövőerejű, ugyanakkor brilliáns mozdulatokat tud, bejátszásai párját ritkítják, a beállójáték nagyon jól lát a pályán. Én, én, én nagyon bízom benne, hogy ő hosszú távon tud majd az Eto meghatározó játékosa lenni, és szándékosan nem szeretném azt mondani, hogy valakinek az utóda, mert vannak az ember életének korszakai, az etónak vannak korszakai, most nyilván itt az életkorokból adódóan egy korszak szépen lassan, nem csak egy több játékosnál is zárulhat, viszont nekünk, nekünk a jövőt is építenünk kell. És Krisztina Jörgenzen a jövőkéz labdázója, aki, aki már a jelenben is igenis megmutatja a tehetségét, a rátermettségét, akkor is, amikor sárga-kékben sárga van, meg akkor is, amikor amikor piros-fehérbe. Piros Tehát igazából én azt gondolom, hogy aki a Dán válogatottnak a vezére tud lenni, egy góllal marad rá egy BL világbajnokság döntőjéről. Igen, döntőjéről, és azokat a 7 ilyen magabiztossággal lövi be, annak az igazoltatását nem nem nagyon kell magyaráznunk, és ugyancsak ugyanazt tudom mondani, mint minden játékos esetében, hogy sok-sok-sok kérője volt Krisztina Jörgenzennek, és ő minket választott. Ami ez nagyon egy nagyon-nagyon fontos üzenet egyébként. Az, az új igazolásokból végül, de nem utolsó sorban szoktam mindig mondani, azért Krisztina Breiszterről is beszéljünk, hiszen ő az a kakuktojás, mondjuk így a fiatalítás mellett, aki hiszen ő egy rutinos játékosnak minősül, viszont nem véletlen az ő leigazolása, hanem a távoli zónákból a lövő potenciája miatt került képbe, de hiszen ő is nagyon, ő volt az első, akin meg is lepődtünk egy kicsit, hogy gyakorlatilag amikor bejelentettük szok, nagyon, nagyon korán, mondjuk inkább így szokatlanul korán, gyakorlatilag egy évre előre az ő igazolását, hogy ő is már azonnal jött volna. Igen, egy picit máshogy működünk, mint a többi klub, meg a, az átigazolási piacot azzal, hogy a női mezőnyre abszolút nem jellemző módon évekre előre tárgyalunk és igazolunk. Furcsa, de mi ebbe hiszünk. Tehát azt gondolom, hogy amikor Úrik ide jött, akkor ezt megbeszéltük. Mindannyian egy picit máshogy gondolkodunk a világról, mint az elődeink hogy aztán ez majd eredményes vagy nem, azt majd meglátjuk a sport egy egyszerű történet, mert le lehet mérni az eredményeken azt, hogy mi jól gondoltuk-e. Vesztül esetében egyértelmű azon stratégiánk, hogy szerkezetben is hozzá kell nyúlni a csapathoz. 190 cm fölötti női átlévő nem sok van, aki támadásban, védekezésben kitűnő, és nyilván szerintem a saját bőrünkön is éreztük az elmúlt szezonokban azt, hogy milyen átlövő nélkül kézlabdázni. Gondoljunk csak a, a népligeti mérkőzésre, ahol Anna Gross mellettünk ült a lelátó, nem a pályán játszott, ami, ami nyilván látszott a játékunkon is. Kellenek az igazi, az igazi nagy lövők ma a modern kézlabdához, kiegészülve a kreatív zsenikkel. Én azt gondolom, hogy ő védekezésben, támadásban nagyon nagyot fog lendíteni a csapatunkon. Azt nem teljesen értem, hogy a világbajnokságon miért ennyi játékpercet kapott. Biztosan megvan az oka. Biztos. Lehet, hogy kisebb sérülésekkel küzdött éppen az aktuális szerkezetben nem illet, de, de nagyon nagy várakozással vagyunk az ő érkezésével kapcsolatban is. Azért még egy kérdést tisztázunk, ugye a másik kedvenc e, ilyen toposz, amit szeretünk le e, rombolni, az az, hogy mi vagyunk a magyar női kézlabda sírásói, hiszen a, a nem is szerepel győrben kézilabdás, de itt van egy farkas Jócsi, itt van egy farkas Eszti, itt van mögötte egy akadémia, és az e, azért még kicsit beszéljünk már arról, hogy ezek a fiatalok jövőre is szerephoz fognak jutni. Igen, jövőre is, és idén is szerephez jutnak, tehát Látjuk a, látjuk a tehetségeket, uh, nyilván építkezünk, és nagyon-nagyon nehéz egy, uh, egy akadémiából rögtön egy BL szintű csapatba bekerülni. Uh, Júlcsi és Eszti lehet az a példa. Nyilván uh, őszinték legyünk egymáshoz, uh, csengesérlése és uh, kellett ahhoz, hogy uh, ezti uh, már a BL-ben is játszott. Ennyi bab... időskorában. De, de mi látjuk az edzésen az ő munkájukat, a nagy csapattal edzenek és nagyon nagy büszkeségeink ők, és igenis lehet. Fiatalon, magyarként, az Audi Eto, játékosaként játékpercekhez is jutni. Ezt mind a ketten bizonyították, és hogyha belegondolunk abba, hogy Farkas Júlcsi az akadémiánk nevelése, a Győri Egyetem, Széchenyi Egyetem hallgatója, joghallgatója, és emellett BL-ben játszó kézlabdázó, nem semmi meg lehet próbálni ezt ennyi időskorban korban, kezelni, megélni, és mindenhol teljesíteni, és egyébként ezek, ebben a pillanatban, egyéb, ha, az információim helyesek, akkor összesen talán már egy vizsgája van, minden vizsgáját le tudta tenni, első éves joghallgatóként, aki, aki ismeri a jogi egyetemnek a felépítését, azt tudja, hogy az első egy-két fél év a legnehezebb, úgyhogy Úgyhogy nagy büszkeség ez nekünk, és, és azt gondolom, hogy jó üzenet az, hogy a, az élsport, az élsport elitje és a, a tanulás, az, 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 az megfér egymás mellett. Csak kell hozzá egy olyan személyiség, amilyen egyébként Júlcsi is, és egy olyan hátország, amit egyébként a Győri Eto tud biztosítani az akadémia rendszerében a játékosoknak. Az akadémiai rendszert azért sem szeretném itt túlzottan megnyitni, mert aztán arról ugyanannyit lehetne beszélgetni, Igen. mint erről a, a rendszerről, de az látszik, hogy azért a, a legfrissebb audit, ami volt az akadémia között, a, azt mondjuk el, hogy az Eto Akadémia az egyik legjobban szerepelt az egész országban a két között. Abszolút elmondhatjuk, ez, ezeket a dolgokat meghagyjuk elnök asszonynak, hogy, hogy ő, ő, ő majd erről különbe fog számolni, de azt gondolom, hogy majd amiket ő mond. Az, az ugyanolyan nagy büszkeség, mint, a, mint az első csapatunk, hiszen, hiszen való igaz, hogy az akadémiai rangsorban nagyon előkelő helyen vagyunk, és nagyon fontos az, hogy a ránk, ránk bízott támogatást azt a megfelelő módon használjuk és hasznosítjuk. Attila bácsi, vagyis Attila szokta mondani, hogy neki van egy számítása, hogy az etóhány. Élvonalban játszó játékos. Nevelt, ki. Igen. igen, most is nagyon sok olyan játékos játszik, hanem is nálunk, de élvonalban klubokban, aki az utánpótlásunkból, illetve az akadémiánkról ment aztán az első osztályú csapatba. Haladjunk egy kicsit előre, azt gondolom, hogy, hogy sokat tudunk beszélni, de de ez egy különleges alkalom, éppen ezért még beszéljünk egy kicsit a szezon hátralévő részéről. Az biztos, hogy azt a kellemes problémát fájni fog Úrik feje, hogy a három kapus közül kit játszasson, hiszen Szíje Szolber ugyan nevezve volt a BTK MLN, de nem lépett pályára remek teljesítményt nyújtott a világbajnokságát Norvégiában, ahogy ez elmondható Rinkáról és Szandráról is. Tehát három topformában lévő kapus, ez egy kellemes probléma, és Veronika Krisztiánzen is már szépen ott van. Tehát most gyakorlatilag ott vagyunk, hogy Csenge is január végére visszatér, teljes keret lesz. Uh, mit vársz ettől a kerettől? Nyilván tudjuk, hogy a célok, elmen, elmondtuk már, nem a saját kezünkben van, de meg, megtartjuk ezeket a célokat, tehát mi mindent megteszünk. Minden mérkőzést meg kell nyerni, az Audi nem lehet, nem lehet más célja, és nem szabad, nem szabad jó lakottá válnunk, akár a BL-ben attól, hogy veretlenül 8 8-as mutatóval vagyunk. Ugyanazzal az elánnal és ugyanazzal a motiváltsággal fogunk neki vágni a, a szezon második felének. Az, hogy ilyen, ilyen keretünk van, én azt gondolom, hogy a sérülése az egyetlen ellenfelünk ennek a keretnek. Viki visszatérését láthattuk, tudtuk, hogy ha valaki, akkor ő terminátorként fog visszatérni. Elképesztő edzésmunkát végzett akár a, a babavárás időszakában is, és közvetlenül a, a szülés után is felfoghatatlan, de ugyanez igaz egyébként szíjére is, hogy senki nem várta, hogy ilyen gyorsan és ilyen teljesítménnyel tér vissza. Az meg, hogy most ilyen gondunk van, hogy a három kapusból melyiket hogy játszhatjuk. Én azt gondolom, hogy ez egy kellemes teher, ugyanakkor hosszú távon nem egy egészséges teher. Azt is mondjuk el, hogy volt az, a, az Audi A2 életében három kapusos rendszer, maga, maga Amros is belátta, hogy ez, ez nem jó. Vannak olyan, vannak olyan karakterű kapusok, akinél ez működik. Persze. Ritka. Igen. Ritka. Nekünk volt erre alkalmunk, van, amikor, van. amikor amikor ez működött. Mi, mi abban hiszünk hosszú távon, hogy két top kapus, és mellette egy fiatal kiegészítő, aki aki az akadémiáról mindig be tud segíteni, edzéseken, mérkőzéseken tudja segíteni. Ha pedig olyan helyzet adódik, akkor, akkor, azt gondolom, hogy eddig is mindig megoldotta az ETO, és a jövőben is biztosan meg fogja oldani, ha olyan sérülés van, ami, aminek kapcsán esetleg egy játékosunk hosszú távra kiesik, meg fogjuk oldani. De most nagyon boldogok vagyunk, hogy egészségesek a játékosaink, nagyon boldogok vagyunk, hogy Csenge januárban újra a pályán tud lenni, és, és ugyanazzal a, a célokkal megyünk tovább, és hosszú még a bajnokság. A stratégia szót rendkívül sokszor használtuk, és már azért meg is világítottuk azt, hogy mit gondolunk abban a stratégiai gondolkodás és a jövő. Egy apró kérdés, sokat erről nem fogsz tudni elárulni, hiszen én is tudom azért részleteket, de a stratégia ugye a jelenti, jelentés volt, egy nagyon komoly interjú veled, amit készítettünk, ahol megszabtad gyakorlatilag a jövő etójának kialakítását, és minden ezen stratégia fényében megy tovább. A legtöbb kérdés és mindenhol feljön az a játékos, akit minden csapat a soraiban szeretne tudni, Henny Reistadról van szó, akinek láttuk a zseniét az elődöntőben, személyesen is ö, beszélgettünk nyilván, mint minden csapat Henny Reistaddal, de mit lehet -e erről elárulni esetlegesen, hiszen hiszen ez, ez nagyon foglalkozott az összes szurkolót. Igen, nyilván eddig is a VB meg erre még egy lapáttal rá, tehát főleg az elődöntőben nyújtott 15, gólja. 15 gólos teljesítménye. Atya. Hogy minden szurkoló álma és minden klubvezető álma, hogy Heni az ő csapatában játszon, de én most is azt fogom mondani, amit többször mondtam, akár Úrriknak, akár neked, de egyébként bárkinek, hogy egy Henny tehát nem elég ma már ahhoz, hogy hogy győzzenek, győzön az a csapat, ahol ő játszik. Ettől függetlenül szerintem az annyit elárulhatunk, hogy természetesen felvettük a kapcsolatot, ugyanúgy, ahogy egyébként már az elődeim is felvették a kapcsolatot. Ő egy, ő egy nagyon céltudatos személyiség, hogy az ő céljai között szerepele az Audi Eto van való játék, ezt még nem merném se igen, se nemmel jellemezni. De beszélünk. De beszélünk, és azt gondolom, hogy a következő szezonban biztosan nem játszik, ezt tudom, nem gondolom, tehát a következő szezonban biztosan hiszen nem fog van. nálunk játszani, hiszen élő szerződése van. Pontosan. Azt, hogy a 25-26-os szezon mit tartogat, azt meg meglátjuk. Így is van. Péter, a női piac érdekesen alakul, átformálódik, te is említetted hogy kiegyenlítődik, ezt látjuk, azt gondolom egyébként ez a női kézilabdázásra is igaz válogatott szinten, hiszen megtanultak kézilabdázni más csapatok, elég Svájc példájára gondolni, akik, akik, azért nagyon komoly teljesítményt tettek le úgy, hogy nem is tudtuk, hogy pár évvel ezelőtt van egy svájci kézilabda, kis túlzásra, és innen kérünk elnézést tőlük, tehát ez csak a példaképét mondom. De van egy olyan másik felfogás is, többször hallottuk, hogy aztán itt Győrben kolbászból van a kerítés, én erre rászoktam tromfolni, hogy sőt, itt Audiból van a kerítés. Te, aki a Kft. ügyeit intézet azért tudod nagyon jó hogy ez nem így van, hiszen itt is egy felelős tervezés van, megyünk előre, és azt is szokták mondani, hogy itt mi sokszoros pénzből gazdálkodunk, mint, mint más csapatok, és járva-kelve a világbajnokságon, a menedzserekkel, a tárgyalásnál megdöbbentőek azok a számok, amelyekről, amelyekről mi hallunk de most nyilván én sem tudom, hiszen te vagy a, 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 főnök ilyen szempontból, de többszörös költségvetéssel dolgozunk, mint más klubok? Azt gondolom, hogy nem. Azt gondolom, hogy nem. És bár csak kolbászból lenne a kerítés győrben. Vagy Audiból. Vagy audi vagy, <laughs> vagy, 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 bármiből. Ami... Én azt gondolom, hogy egy nagyon tudatos építkezés volt ezen a téren is az elmúlt sok-sok évben. És hogyha megnézed a, a körülöttünk lévő szponzori kapcsolatokat, a szponzori hálót, akkor látjuk azt, hogy gyakorlatilag azok a szponzorok, akik valaha szponzorává válnak az etónak, azok nem hagyják el a klubot. Ez egy nagyon-nagyon fontos üzenet, és nyilván ezek a volumenek, amik adott esetben két-három évvel ezelőtt még, még olyan húde szponzorációk voltak, azok, azok a mai világban már abszolút nem azok. Ezeket folyamatosan tárgyaljuk, most is új szponzorokkal tárgyalunk, nem szeretnék ezzel kapcsolatban még semmit lelőni, de szükségünk van új szponzorokra ahhoz, hogy stabilan működjön a klub. És, és nyilván beszélgetünk menedzserekkel, és a menedzsereknek, menedzserekkel való beszélgetéseknek nem csak hivatalos része van. Tehát pontosan tudjuk azt, hogy egyes játékosok hol milyen fizetéssel kicsi ez szerződnek. a piac, Nagyon-nagyon kicsi a piac. És, és, az egyáltalán nem igaz, hogy ezzel keresnek a legtöbbet a játékosok. Nem fogok klubokat megnevezni, ahol, ahol konkrétan tudjuk, hogy adott esetben 10-20, vagy talán még 30%-kal is éves szinten többet kereshetnek a játékosok. Az pedig, az pedig hogy a mi összköltségvetésünk valójában hol van a többi klubhoz képest, én azt gondolom, hogy, bár csak azt mondhatnám neked, hogy mi sokszoros költségvetésből dolgozunk. Szerintem nagyjából ott tartunk, ahol a top klubok -ok tartanak, és szerintem Magyarországon belül is a közvetlen versenytársunkhoz közelít a mi költségvetésünk. Nagyjából azonos lehet, hiszen, hiszen látjuk azt, hogy milyen játékos mozgások vannak, és abból egyértelműen arra következtethetünk, hogy, hogy nagyjából azonos büdzséből gazdálkodunk. Én, én nagyon boldog lennék, ha nekem háromszoros költségvetésem, vagy ötszörös, vagy nem tudom én hányszoros költségvetésem lenne, mint mondjuk bármelyik topklub. Könnyebb helyzetben lennénk. Mi inkább az ellenkezőjét tapasztaljuk azzal, hogy az MKS külön gazdasági társaságokba sorolta az élcsapatokat. Ezzel megtisztítva egy picit a, a piacot, és azt mondva, hogy tessék, szedd össze a, a szponzori bevételeidet, az egyéb támogatásaidat. Decent és, és licencenssel no? alapján egyébként nyitott könyv a, a gazdálkodásunk, hiszen a költségvetésünket az MKSZ bármikor bekérheti, volt is erre példa, és mi ebbe is abban hiszünk, hogy a valóságot közöljük, azt nem manipuláljuk az a dolgunk, hogy előteremtsük azokat a stabil és hosszú távú bevételi forrásokat, és itt azt gondolom, hogy itt is a hosszú táv a lényeg, mint a játékos igazolásnál, hogy, hogy egy szponzori kapcsolat az ne egy évre szóljon, hanem három évre szóljon, adott esetben öt évre szóljon, elő, előre rögzített lépcsőkkel, előre rögzített bónuszokkal, tehát ez egy üzleti vállalkozás, amellett, hogy egy sportklub, és mi, akik egyébként ezt ügyvezetőként, vagy akár elnökként vállaljuk, mi ugyanúgy a magánvagyonokkal felelünk a működésünkért, és ha, ha, ha nem tudunk annyi bevételt megtermelni, akkor kevesebbet fogunk, tudunk, kevesebbet fogunk tudni költeni a következő szezonban. Tehát ez egy, ez egy gazdasági társaság azon minden szabályával, és visszatérve a legelejére, mondom még egyszer is, én nagyon boldog lennék, hogyha, azt hiszem, ez Vanyus Attila és Görbicz nevében is mondhatom, hogyha tényleg nálunk kolbászból lenne a kerítés, nincsen kolbászból a kerítés. A beszélgetésünk végéhez érkeztünk, nagyon sok témát megbeszéltünk. Egy téma van még hátra, amiről szeretném, hogy beszéljünk. Ez egy felemás téma, hiszen egy nagyon jó törlök történt, például Vanyus Attilláról van most szó, akiről egy, egy könyv született, egy remek kiadvány. Sajnos nem tudtunk ott lenni a, a könyvszalon, amikor a, a szerző beszélgetett Vanyus Attillával, Attila bácsival, ahogy mi hívjuk, nyugodtan mondhatjuk. Aztán az etó Karácsonyon, amit a pandémia után megtartottunk, Uh, ott a nagy plénum előtt említettél valamit, és szeretném, hogyha egy kicsit itt is beszélnénk, és pozitív energiát tudnánk küldeni Attila bácsinak, aki, akinek most egy picit szüksége van erre. Igen, nekem, nekem személy szerint is egy, egy nagy tanítómester van is Attila. Szerintem ő az, aki, aki mellett bárki lenne vezető, nem csak a kézlabdában, hanem, hanem bármilyen olyan vállalkozásban, projektben, ahol, ahol, vele együtt ott lehetsz egy, egy társaság élén, egy közösség élén, az, az nagyon nagy élmény. Nagyon-nagyon sokat tanulok tőle, és nagyon-nagyon jól jó esik, hogy egyébként elismeri a munkánkat. Attila bácsi nincsen most túl jól, egészségügyi gondokkal küzd, és azért mondtam el az Etó azt, mert Igazából azt próbáltam érzékeltetni, hogy nem lehet olyan mérkőzés, hazai mérkőzés, nem lehet olyan etókarácsony, nem lehet olyan fontos akadémiai mérkőzés, ahol az ő széke üres. Sajnos a Bittigheim elleni hazai mérkőzésem már nem ült ott előttem, az etókarácsonyra nem tudott kijönni, terveztünk egy dedikációt a könyvjel kapcsolatban, nem tudott ott lenni olyan, olyan egészségügyi problémák vannak, ami miatt ezt nem teheti meg, és szerintem nagyon-nagyon fontos az, hogy mindenki, aki őt tiszteli, kedveli, szereti, az, az küldjön neki most energiát. Jobban lesz, én tudom, hogy jobban lesz. Most, most szüksége van minden, minden építő és energiát adó gondolatra, úgyhogy én arra kérek mindenkit, aki ezt látja, hogy most gondoljon rá egy picit, és küldjön neki energiát. Így legyen. Péter, így legyen. Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést neked, hiszen itt egy kicsit azért fel tudtuk világítani a hátterét a döntéseinknek. A kedves nézőnek köszönjük, hogy meghallgattak bennünket. Amit még mondhatunk, Péter, hogy a közeljövőben is még lesznek ilyen-olyan anyagaink, bejelentéseink, úgyhogy dolgozunk továbbiakban is, ahogy a stratégia megköveteli. Úgyhogy a 2024-es esztendőben is, ahogy én ezt szoktam fogalmazni, etó sikerektől hangos új évet kívánok mindenkinek így december végén, és bízunk ebben a jövő esztendőben. Ha lesz még ilyen alkalom, lehet, hogy ez egy sorozat kezdete, akkor még jövünk és beszélgetünk. Köszönjük szépen mindenkinek, aki megtekintette is. Hogy máshogy zárnánk? Hajrá-tó, hajrá győr!